Kölykök a 402-es tanteremből. Mr. Bizer, a hidegvérű hasfelmetsző. A következő szó keleti. Poli, hány ellel írjuk, és mondj vele mondatot. Keleti, K-E-L-L-E-T-I egyellel. Gusztáv bácsi tanyájá Litvániában. Egy nagy keleti szél befújt egy kecskét a házba, ami nem baj, mert ott szoktak aludni. Köszönöm. Nincs vége. Még el sem meséltem, mit csinált a keleti szél Vinky disznóval. A következő szó kabátja. Kabátja. A végén kétjével. Könnyű. Biztos vagy benne? Még mondatot is tudok vele. John Uno kabátja gimibe jár. Ebben annyi hiba van, hogy azt se tudom, hol kezdjem. Elnézést, tanárnéni, Mr. Besser azonnal kireti Vinnie-t az irodába. Vinnie? Tudod, miről lehet szó? Én tudom. Vinnie csúnyát írt Mr. Besser kocsijára. Hey! Honnan tudja, hogy én? Onnan, hogy éppen benne ült. Ráadásul azt, hogy mos le, két S-sel kell írni. Kicsit feljebb, feljebb. Nem, túl magas. Lejjebb, lejjebb. Ne annyira, most jó. Lejjebb, lejjebb. Sok-sok, ne annyira. Tökéletes. Halló? Halló, Mr. Besser. Itt Miss Graves. Sajnos ma nem tudok bemenni. Tessék? Van fogalma arról, milyen nehéz helyettesítő tanár találni? Remélem, jó oka van rá, hogy hiányozzon. Tegnap elmentem az orvoshoz, és azt mondta, sok nőnél előfordul, hogy... Ne folytasson, nem érdekel. Rendben van. Addig marad otthon, ameddig csak akar. Halló, Mrs. Mendez? Itt Mr. Besser beszél. Helyettesítő tanárt keresek a 402-es tanterembe. Abba az osztályba jár Vinnie Nasta? Igen, abba. Tűnj a szemem elől! Halló? Halló, Mrs. Wheeler? Úgy hallottam, erre a környékre költözött, és... Te nevedet írtad elsőnek a közös munkánkra. Gondoltam, szívességet teszek neked. Bizonyított tény, hogy az emberek a második névre emlékeznek jobban. Kár kedvesnek lenni, sosem hálálják meg. Nagy hírem van. Miss Grace beteg, helyettesítik. Mi abban a jó? Úgyis előveszik az óra menetét. Feltéve, hogy megtalálják. Szép munka! Nagyszerű. Ügyes vagy. Dobd ide! Kasszalem! Szervusztok, gyerekek! Ó, jaj, nekem mit csináljak? Megkeresem az óra menetet. Bocsánat, ez az, de kivédtem. Ó, gyerekek, óra menet, óra menet. Ha jól emlékszem, akkor a szekrényben tartja. Köszönöm, fiatalember! Biztos ott hátul lesz. Viszlát, Nagyi! Vajon melyik helyettesítő tanár jelenik meg a szünetben? Gyorsan, gyorsan! Rengeteg tennivalónk van, úgyhogy kössétek fel a gondolkodó gatyátokat! Itt kell lennie valahol az óratervnek. És hol lehet az ülésrend? Nem
megvan az ülésrend. Nos. Rengeteget tanítottam már, nem kell óraterv. Minden itt van. Én azt hiszem, hogy inkább itt. Miss Graves! Miss Graves! Hoztam igazolást. Maga nem Miss Graves. Eltaláltad. Én helyettesítek. Csodás mesés! Megmondja miért késtem, ha-ha-ha. Maga Szent Stanislav születésnapja, és segítettem anyának megcsinálni a 2000-es ticőt az ünnepségre. Van kedve eljönni? Csend legyen, és tessék leülni. Na jó, mivel kíváncsiak és szorgalmasak vagytok, kezdjük a tanulást a csodálatos matematikával. Elnézést, Mr. Besser, de szerda reggel Miss Graves mindig földrajzzal kezd. Ó, rendben. Vegyétek elő a földrajzkönyveket. Miss Graves nem használja a könyvet. És hogy lehet, hogy mindenki más? Csend legyen! Jól van. Mi az Egyesült Államok fővárosa? Ez könnyű, könnyű! Jól van, te... Mary Ellen. Fura név fiúnak. Pedig tisztára olyan, mint Mary Ellen. Mr. Besser! Mr. Besser! Mr. Besser! Hogy lehet, hogy mindenki máshol... Csend legyen! Nos, mi a válasz Mary Ellen? De Dr. Fidel, ezt nem értem. Hogy történhetett? Úgy tűnik, a laborban összekeverték a leleteket. Miss Groves leleteit küldték fel, nem Miss Graves-ét. És akkor ki beteg? Groves vagy Graves? Groves? Az remek. Vagyis nagy kár. Adok egy igazolást, hogy itt volt, és még ebéd előtt visszaérhet az iskolába. Tudja, azt hiszem, ma nem megyek vissza, de az igazolást elkérem. Nem arról van szó, csak rengeteget dolgoztam, és a múlt hétvéget a tanári szemináriumon töltöttem. Az osztályban már van egy helyettes, úgyhogy megzavarnám a gyerekeket. Ráadásul dolgozatot kell javítanom, és nem fér egy szabad nap. Menjen, menjen! Tanulmányozzuk az én kedvenc országomat. Sok kellemes emlékem van arról a hónapról, amit ott töltöttem, mint ifjú. Második otthonom volt. Franciaország. Az Afrika, Mr. Besser. Csak arra voltam kíváncsi, hogy figyeltek-e, melyik országra mutatok. Az kontinens, nem ország. Mr. Besser tévedett. Tudod, te sokat segítesz. Megkérhetlek egy szívességre? Hát persze, állok szolgálatára, uram. Nos, mivel én itt vagyok, senki sincs az irodámban. Megtennéd, hogy odamész és szemmel tartod a helyemet? Csodás mesés! Két szemmel fogom tartani. Aha, bizony. Természetesen tudom, hol van Franciaország, de itt a lehetőség, hogy tanuljatok. Szóval, ki akar idejönni, hogy megmutassa, hol terül el? Tili, légy szíves! Ichi ba, ichi bu, ichi mi, ichi yu. Mr. Besser irodája, miben segíthetek? Most nincs itt. Tessék tartani. Nem. Itt van Franciaország. Miss Graves szerint Olaszország. Elég a földrajzból. Nos, kezdtek fáradni. Mr. Besser, Mr. Besser, a bátyja Tom van a telefonnál. Azt kérdezi, mikor adja vissza a 200 dollárját, amivel az új parókája miatt tartozik neki. Azt mondja, ő nem bank. Mondd meg neki, hogy akkor adom vissza, ha kifizeti a részét apánk síremlékéből. És ne gyere ide minden apróság miatt! Igenis, uram! És ne féljen! Közelről is egészen igazinak látszik a műhaja. Mutasd be, mondd el. Szóval, miután leérettségiztem, beiratkoztam a városi főiskolára. Aha, átadom neki. Aztán a tanárképző után, amikor minden díjat megkaptam a hirdetőtábla dekorációkért, elmentem... Figyelem, Mr. Besser! Lydia
fiatát kereste, nem mondta a szombat esti randi, és azt kéri, ne hívja a szörnyet. És ne zavarja se az anyját, se a szomszédait. És ne keresse a munkahelyén se a... Egy pillanat, menjen el, van még. Kapcsold ki a hangosabb beszélőt, de rögtön! Á, remek, megkapta az üzenetet. Nincs több közlemény. Hát jó, ha ezt akarja. Ó, jut eszembe, ha már beszélünk. Bejött Márta a konyháról, és azt kérdezi, franciás vagy ezer sziget öntetet rendele. Én éppen órát tartok, ne zavarj állandóan. Okos lány vagy, döntsd el a dolgokat te magad. Igenis, uram. Ó, én Mr. Bessert keresem. Gyere vissza! Hivatalosan helyettesítem Mr. Bessert. Mit tehetek érted? Ó, na jó. A mai hiányzók listáját akartam átadni. Köszönöm. Alison Biggers? Beteg? Na, azt megnézem. Láttam tegnap ugró kötelezni a játszótéren. Mak egészséges volt. Kíváncsi vagyok rá, hogy mit szól ehhez az anyja. És állj egyenesen, folyosó ügyeletes vagy, az iskolát képviseled, legyél méltóságteljes, tűrd be az inged! Őrült lány! Szívesen! Hibás, hibás. Három ellel? Jó, ez biztosan. Aha, Vini Nasta. Keresd meg. Talán rosszul kéne írnom, akkor megérteni. Azt hiszem, kész. Talán még visszaérnék az iskolába a nap végére, de... Hol volt a drágám? Ezer éve nem láttalak. Hát szabadságon voltam, aztán... Semmi baj, drágám, tudom. Shirleyhez jársz fodrászhoz az utca végén. De egyszer úgyis mindenki visszajön Bernicehez. Mit parancsolsz, mondd? Hát szeretném levágatni, de ne látszódjon rövidebbnek. Világos. Csak nem lóg a tanárnő. Nem, dolgozatokat javítottam, és... Ezt tartogasd a Dirinek. Én lettem az osztályvezetője azután a szerencsétlen baleset után, amikor a tanártársaim csoportja hazafelé tartott a konferenciáról, amiről én lemaradtam, mert a bátyám Tom elfelejtette felhúzni az órát. Hát igen, ami az egyiknek tragédia, az a másiknak lehetőség. Ébresztő, ébresztő! Mozgassuk meg az izmokat! Itt az idő sportolni, ébredjetek! Figyelem! Először is ugrálunk egy kicsit. És egy, és két, és hát, és négy. Ezt nevezitek ti ugrálásnak? Mozogjon a testetek! Ugrás a holdra! Állj, ne! Maradjatok a padotoknál! Elég! Hé, gyere le onnan! Hé, kövessetek! Föl a holdra! Hé, te! Megállj! Te, Mérjele! Mindenki megállni! Állj! Milyen nagyszerű újra tanítani. Csodálatos hivatás ez. Izgalmas fejleszteni a fiatal értelmet. Micsoda hülyeség! Már görcsbe áll a lábam. Ó, ha nagyon kényelmetlen, akkor leülhettek. Három heti büntetés fejében. Imádok tanítani. Nagyon csinos vagy. Tényleg szép lett, és senki sem fogja észrevenni. Persze, hogy nem. Mindenki azt fogja nézni, milyen remekül lesültél. Milyen hülye nap.
És nincs idétlenebb ötlet, mint hogy fogalmazást írjunk ilyen címmel. Életem legemlékezetesebb ismerőse. Vajon hányan fognak rólam írni? Hát én kitaláltam valamit. A címe Mr. Besser. A hidegvérű hasfelmetsző. Jó lesz, ha vigyázol. Mr. Besser dühös lesz, ha elolvassa. Ja, igaz. Csak hogy úgy fogja elolvasni a dolgozatainkat, ahogy megtalálta az óramenetet. Ott van Lydia Tatt. Itt a unoka bátyja Párizsból. Hát, te meg mit csinálsz itt? Hetes vagyok. Folytasd! Ó, bizonyára érdekel, hogy felhívtam Miss Graves-t, hogy megtudja, miért nem hagyta itt az óramenetét. Szerinte fizetésemelést érdemel. Nos, elmondott valami mesét arról, hogy itt hagyta az asztalán, csak biztos valami enyveskezű van a környéken. Szóval, hogy örüljön, amíg kimentetek a szünetben, szépen eltettem a dolgozatokat a táskámba. Elolvasta őket? Nem. El kellett intéznem néhány fontos iskolai ügyet. Biztos vagyok benne, hogy szívesebben olvassátok fel ti az órán. És vége lesz a tanításnak. Szeretném, ha tudná, hogy nem könnyű nehéz döntéseket hozni. De együtt jár a munkámmal. Tudom, hogy 11 éve van itt Mrs. Belinkoff, de észrevettem, hogy nincs meg a megfelelő végzettsége. Tessék! Őszintén szólva, a tanári módszerei fölött eljárt az idő. Sajnálom, de a maga osztálya az iskola szégyene. Ki vagy te, hogy így beszélj velem? Elnézést, Mr. Besser engem bízott meg. Átnéztem a személyi anyagát és nyomoztam egy kicsit. Kiderült, hogy nincs is Ontárióban tanárképző egyetem. Valaki csalt? Az csak az egy női egyetem volt, ami már megszűnt. Aha. Ugye ezt nem mondod el Mr. Bessernek? Dehogy mondom! Nem zavarhatom minden csekéséget. Köszönöm. És ürítse ki a szekrényét. Megédesíthetném a dolgot, de a lényeg nem változik. Ki van rúgva? Micsoda? Te nem rúghatsz ki! Szólok a szakszervezetnek! Szólhat a katonaságnak is, nekem mindegy. Végeztünk, hölgyem! Lássuk csak, vajon mit találunk Mr. Besser anyagában? Szeretném elfedni a barnaságot. Már is Miss Graves? Maga tudja a nevemet? Hát persze, a fiam Joey a maga osztályába jár, majd elmesélem neki. Tehát a legemlékezetesebb személy, akit ismertem, az én Lucille nénikém. Fiatal korában gyönyörű, göndörvörös haja volt, klassz ruhái és fénysebességgel telízezett. Ő volt a legnépszerűbb lány. Mindenkinek az kellett, ami neki van. Mikor azt mondják, olyan vagy, mint ő, fogalmam sincs, hogy miről beszélnek. Vége. Nagyon szép. Jelest kapsz. Mondd csak, hogy is hívnak? Ja, persze, Charlie. Nem, csend! Winnie, te jössz! Sajnálom, nem megy. Elment a hangom. Ó, milyen kár! Nekem kell felolvasnom. Végem. Rám hagyod a lasztid? Az én írásom írta Winnie Nasta. A legemlékezetesebb ember, akit ismerek, nappal kék öltönyben jár, piros nyakkendőt és megrendítően bamba arckifejezést visel. Érdekesen indul. Hú, de kíváncsi lettem. Ne, az ne. Az első része a legjobb fejtől idáig. Tessék adni egy hármast és kész. Nem, most már érdekel. Na, hol is tartottam? Ja, igen. Piros nyakkendőt és megrendítően bamba arckifejezést visel, de éjjel rohan a sikátorokban, macskákat kínoz, úgy hívják a kegyetlen gyilkost, hogy Mr. Beezer, a hidegvérű hasfelmetsző. Beezer? Igen, B-I-Z-E-R, Beezer. Meg ennek a Winnie-nek milyen piszok nagy szerencséje van. Hey,
Képzelje, visszajött a hangom. Olvasom tovább. Mr. Bizer, akit a fafaüveg bolygóján királynak választottak volna meg... És kaptam nagyon olcsó alkatrészt a rossz boilerhez. Mostantól ne az egyféle szerelvényboltba vásároljon, azok tolvajok, míg a nevesemed. Jó, köszönöm, viszlát. És megint telefonált Lídia tát. És azt mondta, hogy ne hívja, ne változtassa el a hangját, ne repüljön a háza fölé, ne ugorjon ejtőernyőn. Jó, jó, majd később átfutom. Kösz és tűnj el. Szívesen. Ó, megjöttek a tárgyaló felek. A szakszervezettől jöttünk. Na,